A román válogatott spanyol szövetségi kapitánya Tomás Rivera Amoros nem egyedül érkezett a másodosztályú Dunakeszi Kinizsihez, a BL4-be is jutó mester dévai teremfocistái közül magával hozta a Szijjártó államtitkárféle csapatba négy góllal bemutatkozó honfitársat Jordi Illa Szolét, ő a vendégünk, és vele Kungábor Csatár, aki a kupában a hazai top csapat Győrnek is rúgott volt. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Ola Jordi! No, hát ura, kezdjük ott, hogy hát Gábor, nézzük azt, hogy milyen milyen most a hangulat, hogyan, hogyan bővül ez a társaság? Most már egy ilyen nemzetközi csapat van ott nálatok, Dunakeszin. Igen, ugye már sem szemével, ugye még egy játékos érkezett, ugye, aki spanyol. Hát nagyon jó a társaság, azt kell, hogy mondjam, Zsori tökéletesen beleillik abba a koncepcióba, amit elkezdett a csapat. Nagyon jó a társaság jött össze, és hát úgy gondolom ez az eredményekben is meg a pályán. Uh, Zsori, how do you feel a eszi? Well, uh, I feel so happy so far. Um, it's been a it's been a nice, uh, nice weeks uh, since i came here and i uh, just can say thank you thank you all the organization all the club because they have been uh, so professional and uh, i hope uh, it's going to be all right till the end of the season Hát ugye Zsordi azt mondja, hogy nagyon jól érzi magát, és megköszöni a klubnak, hogy, hogy ide tudott jönni ilyen professzionális körülmények között, és hát nagyon jó sikerült az első hét. Hát belülről láttátok, azon az első bemutatkozó meccsén rögtön négyet vágott. Milyen focista ő? Hát nagyon jó focista, és amellett hogy gondolom, hogy emberleg is hogy nagyon sokat tud adni a csapatnak, amellett, hogy, hogy, tényleg a pályán is. Nagyon örülünk neki, hogy jött, és úgy gondolom, hogy nagyon hamar beilleszkedett. Ez gondolom a játékával is látszott, főleg ez a négy gollal is. Zsordi, Hoover invited by well uh was Sito the coach um, he called me um, uh, one month ago one month and a half uh, he just told me that uh, this team was looking for uh, for a player and Sito uh, always uh, has, tr has always trusted me as a player and I, I have joined uh, his teams uh, a couple of times so he just called me and, and after him uh, the direction of the team called me offering me the invitation to come here and uh, it was a, a very quick uh, negotiation so i i came here and i am very happy to have made that decision de ugye zordit a mester az új mester hívta ide egy hónappal ezelőtt volt ez az ajánlat és akkor ugye nagy örömmel csatlakozott a társasághoz Milyen az új mester hát nagyon jó azt, hogy mondjam, hogy összetehetjük tényleg a két kezünket, hogy itt van velünk, és tudunk tőle tanulni. Tő magas sportágában az egyik legnagyobbak között emlegethető. Nagyon sokat tanulunk tőle tényleg nap, mint nap, és hát teljesen más alapokra helyezte nálunk, úgymond a futcát. Mondjál akkor erre egy-két példát. Hát, az ő érkezésével, az ő ö, ö, tréning módszereibe, mi az, ami na nagyon, nagyon, más, mint amit eddig láttam. Hát igazából sok üres járat nincsen edzéseken, tehát mindig valamivel próbálja, olyan játékok vannak vég, ami, amire tudja, hogy, hogy mik, mi a céljai pontosan. Nagyon nagy hangsúlyt fektet a védekezésre, ez előtte azért nem volt ránk annyira jelmező, tehát elég sok ilyen sok gólos meccset játszottunk, most is sokat játszunk, de szerencsére kevesebbet kapunk, meg hát a stratégiák, ugye a figurák azok sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a mester érkezésével. És akkor megkérdezik, hogy, hogy elég nagy kihívása számára ugye, a feljutásért küzdeni egy, egy magyar másosztályú csapata. Do you, do you find it a satisfying challenge to play for a second league to get qualified the first one? Yes, 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 yes. Uh, it's always a challenge. Uh, I mean, um, it's a motivation for me to join a team like Dunakesi because uh, I feel happy, I feel happy playing here, and, and my motivations are uh, growing every day. And um, there are a lot of people working for this team, uh, working hard and dedicating a lot of time. And it's nice, it's nice to see that uh, there are so many people involved in this uh, project. And uh, you just have to to go one day and see one match at Duna Kesi and, and you will see all the people uh, supporting. Their team, and this is very nice. Hát egyáltalán nem e, rossz neki ez, hogy másodosztály, hiszen nagyon sokan támogatják a csapatot, sokan járnak a mérkőzésekre, e, nagyon jó és egységes a, a, társaság, úgyhogy ez a másodosztály, ez egyáltalán nem másodosztály, különösképpen, hogy az első osztályba igyekeztek abszolút. Mindenféleképpen igen, ez a, ez a, célunk. No, és erre mekkora esélyt adsz? Hát én úgy gondolom, hogyha nem jön közben a jobb sérülés, nem vagy esetleg olyan történet, ami, amiről nem tudjuk irányítani a sorsát, akkor, akkor úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Uh, az kérdezünk meg egy hogy mit szól ahhoz, hogy a csapatkapitány nálatok egy politikus a miniszterelnök munkatársa? Uh, how do you feel about having a captain who is a politician? Well, this is a new experience for me. I mean, uh, I've never played with a politician before, but it's nothing different than playing with Kuhn or another another guy. I mean, it's uh, exactly the same. I can, I just can say good words for for this captain because Um he's, uh, he's always uh, pushing us. He's always uh, running more than us. He's always training more time than, than we train. So this is an example for, for us and uh, for the kids of the school or the academy of Dunakesi, because they can see that uh, this captain is just um, just pushing the team pushing the team uh, to train hard to, to play hard to play serious and being professional so this is a very good and i don't know if it, uh, if it has something to be with being politician or not i don't know but i can say that our captain is uh, an example for, for everyone Na hát olyan nagy különlegeseket azért nem lát benne, mert azt mondja Zsordi, hogy, hogy a, a, kapitány az még, a csapatkapitány, ugye Szijjártó Péter még keményebben edz, meg keményebben dolgozik, mint a többiek, Habár ugye ő még, ez egy érdekeség volt számára, hogy politikusra sose focizott együtt, de hát, hát ezt, a, ezt a különlegességet ti már, hogy mondjam, elég régóta próbáljátok kezelni, igaz? Igen, 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 de ezt megerősítettem én is, amit a Zsordi mondta, tényleg Péter az egyik legtöbbet edzik közülünk. Minden megtesz, akár minden edzésen, minden meccsen, de úgy gondolom, hogy teljesen úgy kezeljük, mint a csapatársunkat. Hogy néz ki a csapat irányításában, most menjünk a kapitány fölé a kispadra megint, az új mester, Amorosz mester együttműködése Fehér Zsoltal, aki korábban edzett benneteket, vagy most is edz benneteket, mert tulajdonképpen ők ugye párosban irányítják a csapatot. Hát igen, úgy gondolom, hogy egy ez egy nagyon jó lehetőség, tényleg a világ leg, egyik legjobb edzője. Tehát nem érzi ezt lefokozásnak, hogy Nem, nem, de úgy gondolom, hogy aki egy kicsit is úgy van benne a dolognak, mint hogyha most én nagy a Murignyó mellett tudnék dolgozni, akkor az szerintem nem olyan rossz történet. A volt úgy gondolom, hogy napról napra ezzel ezt kamatoztatni fogja tudni a későbbiekben, rengeteg tudást szerez, és ezt későbbiekben tényleg vissza fogja tudni nekünk adni. E, azt mondd hogy szerinted e, ez mennyiben anyagi dolog is számít, tehát anyagilag megéri ma másodosztályú a játékosnak lenni Magyarországon? Nem gondolom, hogy itt feltétlenül az anyagi részei az, amiért megéri futcajátékosnak lenni, azért éri meg, hogy amikor kimegyünk akár péntegen a csarnokba, ott van 800 ember, akinek örömet tudunk okozni. Én úgy gondolom, hogy, hogy ennél több nem kell, hogy, hogy az, a, az a 800 ember péntek este a saját szabai azt választja, hogy ki jön a mi meccsünkre. Gábor, az út, a kupában is álltok, van -e esélyetek a visszavágon. Ugyan a Győrtől a legjobb magyar top csapatok kikaptatok, azt már említettük, te ott voltunk. Mm. Hát ugye az esély az mindig megvan, úgy gondolom, hogy ha, ha lelálisan nézzük, azért természetesen a az Európa egyik legjobb csapata, így, így azt gondolom, hogy ugyanálluk van az előny, tehát öt gólos előnyt szereztek, de hát mi úgy megyünk ki, reméljük teltház előtt, hogy mindennek meg tenni a lelkes közönségünket. Jordi, have you got any chance against Győr in the second match in the cup? Yeah, of course we've got our chance. Uh, you always have your chances. I mean, it's, a, it's a matter of... Uh, Having our best day and uh, be praying for them not to have it, you know. But because um, we are not at the same level, uh, we've got to be realistic. Um, they train eight, nine times per week, we train three. Uh, we are not professional yet, but we are working on that and uh, we will try it. We will try it, of course. We will give uh, our best, we will do everything for just at least uh, making them feel in trouble. Uh -huh. and uh, don't let them win this game easy. And, uh, and That's it. Uh, we will do everything, of course. Hát komolyan fogja venni Zsord is már igazi Dunakeszi játékos lett belőle. Ugye azt mondja, hogy hát ugye nem egy szint a két csapat, de az egyértelmű, hogy ha jó napot fogtok ki, akkor még akár bármi is lehet. Hát úgy látszik, hogy ő ebbe fogja vállalni a maga részét. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor jó küzdést, meg jó meccseket nektek. Thank you, gracias. Nagyon szépen köszönöm.